őszinte, belemenős, kemény, felesleges kompromisszumoktól mentes. Többnek látom, mint szobrász. Nem szobrot alkot. Ő épít. Varázslat valójában. Számomra a szobrászat az egy ilyen komplex világot testesít meg, amiben én a leginkább mindent megtalálok. Tehát gyakorlatilag benne van a materiális világ, benne van a szellemi világ, benne van rombolás, benne van építés, benne van az, hogy megőrizzünk dolgokat, de benne van az, hogy újra teremtsünk dolgokat. Szóval szerintem abban úgy minden benne van. Nagyon komplex tevékenység, gyakorlatilag az egyik legősibb tevékenység, ami az emberiséghez kapcsolódik. Budapesten nőttem fel, de imádtam mindig a vidéki létet és a természetet. És maga a természetből is ihletni, nem csak formai szempontból, hanem magát a működést, azt valahogy megérteni. Sokszor az állat, mint motivum benne van a szobraimban, az talán ott kezdődött, hogy amikor először így felismertem egy lovat például a vidéki rokonoknak a birtokán. 4 éves lehettem kb. És akkor néztem ezeket a hatalmas állatokat, és ők is néztek engem. Azóta is úgy számomra egy ilyen fontos pont, amit szeretek valahogy mindig feleleveníteni, vagy újra megtapasztalni, felidézni valami szoborban. Amióta ismerem, azóta mindig összerak és szétszed dolgokat. Hát minden helyzetben próbálja szerintem kihozni a legjobbat. Szerintem, ha bezárnánk egy szobába, akkor biztos, hogy lenne pár darab léce, biztos, hogy tudna belőle valamit alkotni. Gyakorlatilag az állatokon keresztül reflektál a társadalomra. Az is fontos volt, amikor először lécekből hoztam létre egy formát, vagy egy szobrot, ez egy művésztelepen volt, még egyetemista koromban. Nem vittem le magamnak faragni való anyagot, találtam egy halom lécet kidobálva az egyik sarokba, és akkor abból elkezdtem így építeni valamit, csak úgy. És akkor így belerúgtam a lécekbe, és volt egy olyan forma, ami tehát az ilyen esetleges, káoszszerű forma, az úgy meginspirált, és egy ilyen ennek a pillanatnak is a dinamikáját valahogy úgy jellemezte, és akkor ezeket az ilyen össze-vissza rugdosott léceket elkezdtem így összedrótozni, és ebből jött létre az első ilyen létszobrom. Ott jöttem rá igazán, hogy ezekből a nagy elemekből nagy térbeli formákat tudok létrehozni, és olyasmi volt, mint hogyha rajzolnék a térben. Gyerekkoromban ide jártam, 7 éves koromtól évekig itt rajzoltam a várban, a gyíkműhelybe, és mindig, mikor mentünk haza, akkor meg kellett nézni a anyukámmal a Stróbla Lajosnak a Mátyás kutyát, és nagyon szerettem ezt a szobrot, sokan beledobáltak, a mai napig egyébként beledobálnak érméket, pénzérméket a kútba. De eszembe jutott ez a gyerekkori emlék, mikor hogy ezek az érmék ott a víz alatt vannak, és mi lenne, hogy ezekből az érmékből építeném föl magát a Pallas Athénét. Gyakorlatilag életre kelt a kút alján lévő érmékből az istennő. Dante nevű kutyámat én egyetemista korom második felében valahogy úgy vettem magamhoz, és a dobáronak eléggé izgága a kutyák. Nagyon komolyan gondoltam a tanítását, aztán rájöttem, hogy ehhez nem nagyon lesz idő meg türelmem. Egyre rosszabb lett, egyre nagyobb károkat okozott, és ez úgy nekem egyébként így egyre jobban tetszett benne. Ezeket a mozdulatait, amikor így pörgött össze-vissza körülöttem, vagy eltűnt egy órára, előkerült, nem tudom, ezeket próbáltam megragadni először ilyen skic szinten, és aztán elkezdtem róla szobrokat is, igazából ilyen tanulmányi céllal
készíteni, tehát ez szoborral kezdődött gyakorlatilag a Dante története számomra. A diplomamunkám az a Dante konferencia volt, komplex világot hoztam létre, ami egy ilyen fikció volt, tehát a Dante egyszerre volt egy valós lény, egyszerre meg egy fiktív lény, egy ilyen párhuzamos univerzum, és a Dante az egy idő után így elkezdett terjeszkedni, és létrehozta a Dante birodalmat, behározta lassan így az egész univerzumot. Az első élményemvel a kapcsolatban az volt, amikor a diploma kiállítását volt alkalmam felfedezni, végigjárni. Elképesztő élmény volt egyébként. Az elmúlt néhány évtized egyik leghatásosabb pályakezdő anyaga volt, amit akkor láttam. Elképesztő ereje volt az egésznek. Azt lehetett érezni, hogy őszinte, belemenős, kemény, felesleges kompromisszumoktól mentes. És lehetett látni, hogy egy olyan művészről van szó, aki nem ijed meg a nagy tértől, a komplex művészeti feladattól. Dante inkább egy kísérleti, sokkal inkább befele forduló, magánjellegű projektekről szól, neked a mai napig is alkot egyébként. Teljesen más, inkább kiállított térben, magángyűjteményekben található meg, teljesen más alkotási folyamatot igényel, mint egy csapatot igénylő köztéri szobrászat. Számomra fontos állomás, amikor létrehoztam egy CET szobrot a Dunaparton, a mostani Bálna épülete előtt. Az volt az első olyan szobrom, ahol már többen dolgoztunk egy szobron, és nem teljesen egyedül raktam össze, hanem itt kezdtem el csapatban gondolkodni, hogy akkor ahhoz, hogy mondjuk, ha engem érdekel az, hogy nagy szobrokat hozzak létre a térben, mert pedig az engem érdekelt, meg most is érdekel, ahhoz muszáj felépíteni egy csapatot, mert nyilván anélkül az lehetetlennek tűnik. A mai világban, ahol hirdetjük a sokszínűséget, és közben egyszínű dolgokat mondunk, fontos egy-két olyan támpont, ami mondjuk így több ezer éve jelen van, az emberiséggel együtt él, és mondjuk a csoda szarvas legendája, az mondjuk nekünk magyaroknak egy elég fontos jelkép, ami nem egy aktuális politikai szimbólum, nem egy divat vagy egy trendi dolog, hanem ez egyszerűen több ezer éven létezik. A szarvas testét azt ilyen palmetta-szerű bronz lemezekből építettem föl, ami honfoglaláskori vagy azelőtti megtalált leletekre reflektáltam. Nem egy bronz öntvény, hanem itt a bronz lemezeket megmunkálva, azokat megharítva, meghengerelve, külön-külön mindenet, több ezer ilyen szőrből vagy levélből épül fel a szarvas test. Én a Gábor művészetében azt szeretem, azt tudom nagyon értékelni, hogy valójában olyan anatómiákat hoz létre, hogy szinte majdnem mindegy, hogy milyen anyagot használ föl hozzá. Ez nekem egy varázslat valójában, tehát ami az ő munkásságában legjobban megfog, az ez, hogy bármilyen anyaghoz nyúl, akkor annak a végén majdhogy nem azt mondom, hogy egy élőlény jön létre, ami szerintem egy komoly képesség, egy komoly tehetség. A fradisos az, ami gyakorlatilag nagyon sok embert megszólított, és nagyon sokan, nagyon gyorsan megismerték a munkáimat. Ott találtam rá egyébként a fából, ott mentem át a fémbe, tehát a rozsdamentes acél, mint alkotó elem, vagy mint anyag, az ott jelent meg először. A Sas után Oroszországban egy medve szobrot építettem, Moszkvába, a Gorki Parkba, ami köré egy óriási tüzet raktunk, és az hozta el a 2016-ban talán a tavaszt Moszkvába, több ezer ember összegyűlt a szobor körül, és akkor ez a fa installáció leégett, és előbújt egy nagy acélmedve mögüle, ami azóta ott van. És utána jött a felkérés az Atlanta Falcons-tól, hogy ők szeretnének egy szobrot tőlem. Egy következő nagy mérföldkő volt, mert ott meg az, hogy a világ túloldalára egy teljesen más
helyszínre egy óriási munkát bíztak rám, hogy azt hozzam létre, és találjam ki, és gyakorlatilag így teljesen szabad kezet kaptam. Én Gábor többnek látom, mint szobrász, ahogyan a századforduló alkotóit is. Tehát egy összművészeti alkotásként tekintek a darabjaira, és ez elég egyszerű végül is, ha azt látjuk, hogy milyen monumentális műveket készít. Nem szobrot alkot, ő épít, ő építész, szobrász, és igenis nagyság van abban, ha valaki tud nagyban gondolkodni, ha valaki mer nagyban gondolkodni, és az be is fejezi. Olyas valaki, aki klasszikusan egy kortárs művész, és ez egy nagyon jó dolog, mert nem kell feltétlenül egy kortárs művésznek érthetetlennek lenni, vagy absztraktnak lenni. Nekem ez Gábor, ránézek, értem, egy érzés vált ki belőlem, tudom valamihez kapcsolni, és szeretem. Nekem minden folyamatban ott kell lennem, hogy az olyan legyen, amilyet én szeretnék. Koncepciót kitalálom, utána ezt kibontom, megtervezem, létrejönnek az exakt tervek egy munkára, utána azt megvalósítom, amit kitaláltam házon belül, tehát most már nincsenek házon kívüli munkafolyamatok például. Ez a műhely, ez teret ad arra, hogy itt gyakorlatilag bármit, amit kitalálok, meg tudjak valósítani. Gábor elég összetett személyiség, szerintem nagyon, nagyon természetes, szerintem nagyon szereti a megjátszóskamus dolgokat. Ilyen mérhetetlenül maximalista, türelmes, alázatos, iszonyat kemény munkabírása van, és minél sikeresebb, annál jobban azt érzem, hogy egyre szerényebb. Számára nem belső kényszer az, hogy a szakmai közegnek feleljen, ő szeret a közönséggel kommunikálni. 40 év alatti művésznek több mint 100 helyen állnak szobrai, az a művész valamit jól csinál. Volumenét tekintve egyébként ez gyakorlatilag a életem eddigi legnagyobb munkája volt. Nagyságrendileg 10 tonna, ami a fejünk felett függ a levegőben, és ez a 10 tonnás szobor, ez több millió apró elemből áll, apró éremformájú elemből, amik egyesével vannak egymáshoz csipesszel hegesztve, és maguk az oroszlánok, azok pedig, mint a Nemzeti Bankhoz kapcsolódó kincstár őrei. Az elmúlt 10 évben annyira sok minden, köztük hatalmas dolgok történtek, nagy munkák, nagy megbízások, itthon is, külföldön is. Nehéz értékelni néha kis dolgokat, és pont a vidéki élet meg történet az, amiben meg ez néha azért így jobban jelen van, és ez egyébként ez tök jól így visszarángat. De a köztéri szobrászat az egy nem mindig könnyű műfaj, tehát sokkal, számomra legalább sokkal nehezebb, mint mondjuk egy teljesen öncélú munkát létrehozni, amit mondjuk konkrétan egy műértő közönség ért vagy tud értékelni. Annál sokkal nehezebb létrehozni egy olyat, ami mindenkihez szól, mindenféle társadalmi réteghez, kortól, nemtől, rangtól, pénztől függetlenül sokkal nehezebb olyan munkán gondolkodni, vagy olyan munkát létrehozni. És egyébként hálás vagyok, hogy lehetőségem volt ezeknek a megalkotásában, és szabad kezet kaptam sok nagy munkám kapcsán, hogy nyomot hagyjak a világban.